A kisvárosi önkormányzatok országos érdekszövetsége a rendszerváltás követően 1990. novemberében alakult meg, jelenlegi nevén mintegy másfél éve működik. A szövetségben jelenleg 91 tagönkormányzat szerepel, akiknek a képviselői azon dolgoznak, hogy politikai és jogi területen is segítsék azokat a nem megyei jogú városokat, amelyeknek a lakossága 1200 és 45 ezer fő közé esik. Lipők Sándor 2014-től kezdődően átadt társulás élén, december 5-én pedig titkos szavazással újabb 5 évre elnöké választották a Visegrádon tartott tisztúító közgyűlésen. 43 szavazatból én nagy meglepetésemre, én nekem is egy nagyon örömteli meglepetés volt az életemben, hogy 43 igen szavazatot kaptam, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a szövetség tagjai, a kisvárosok, települ kisvárosok polgármesterei, kollégáim, azok fölhatalmaztak, hogy újabb 5 esztendőben ezt a szövetséget vezessem és képviseljem az ő nevükben is, a kormányzattal és a külvilággal szemben, úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm, megtiszteltetés és óriási nagy felelősség is, hogy az elmúlt elkövetkezendő 5 esztendőben így dolgozhatunk. A Kisvárosok Szövetsége évente 2 alkalommal, június és december környékén tart közgyűlést és vitatja meg a tagságban lévő önkormányzatok aktuális feladatait. Lipők Sándor elmondta, a közgyűlésnek állandó helye nincs, ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy jobban megismerkedjenek egy-egy várossal. Egyszer nézünk az ország keleti részéről, egyszer a nyugati részéről egy települést, és erre a településre ellátogatva megtartjuk a közgyűlésünket, és az adott település, aki vendégül lát, megtisztel minket, ő ajánl egy programot a szövetség tagjainak, amelyben bemutatja az adott várost, az adott települést, és ez egy nagyon fontos dolog mindannyiunk számára, hogy így kötünk szövetséget, így kötünk barátságot, és így tárgyaljuk, kibeszéljük meg gondjainkat, barainkat, problémáinkat, és erre hozunk döntéseket, határozatokat, illetve a fölmerülő jogszabálymódosítás tervezetekre, vagy olyat, amit érzünk, hogy szükséges lenne a változtatást, ezt jelezzük a mindenkori kormányzat részére. A közgyűlés szintén titkos szavazással döntött a 3 alelnök személyéről is. A következő ciklusban Tata, Kistelek és Marcali polgármesterei segítik Lipők Sándor munkáját a szövetség élén.